Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztési stratégiák, személyi döntések, ülésezett a Baranya megyei közgyűlés. Szociális rezsitámogatás, bérleti díjkedvezmény. Javaslatot fogalmazott meg a pécsi Fidesz frakció. 115 éves a Pécsi Városháza. A toronyban nyílt kiállítás az épület történetéről. Dupla rangadó Kozár Mislenyben. MB2-es bajnokit és egy 2007-es meccs visszavágóját rendezik meg. Milyen fejlesztési irányokban gondolkodnak a baranyai városok? Ez is szóba került a megyei közgyűlés ülésén. A most induló EU-s pénzügyi ciklusban az elképzelésekhez kaphatnak támogatást a települések, ezért fontos, milyen pályázati elképzelésekkel jelentkeznek az önkormányzatok. Új alelnökkel vág neki a következő időszaknak Baranya, erről szintén döntöttek, mint ahogy arról is meghosszabbítják a fejlesztési biztos mandátumát. Marad a Baranya megyei önkormányzat fejlesztési biztosa Kővári János, erről is döntött a megyei közgyűlés csütörtöki ülésén. A politikus Mohács, Komló és Pécs fenntartható fejlesztési stratégiáinak kialakításában működött közre, amelyekkel támogatásokra pályázhatnak a települések. Energetikai korszerűsítés, alternatív energiahasználat, közlekedés fejlesztés, csapadék, vízgazdálkodás és így tovább, számtalan ilyen terület van. Ezek a stratégiák ma elkészültek és elfogadásra kerültek, és a megyei közgyűlés most arra adott további 4 havi megbízást, hogy addig, amíg az irányító hatóság is elfogadja a stratégiákat, illetve reménységünk szerint jövőre valamikor elindulnak majd a projektkiírások is, addig még azokat a kérdéseket, amik eddig nem tisztázottak, azokat tudjuk tisztázni. Ilyen például a pécsi közoktatási intézmények korszerűsítése, amire áldozni kell, mondja Kővári János. A fejlesztési források az EU most indult 7 éves pénzügyi ciklusában érhetők el, ha sikerül ezekről megállapodni. Baranya megyének jelentős összeg juthat. Elindul a következő 7 éves nagy uniós fejlesztési időszak, melynek keretében több mint 90 milliárd forint fog reményeink szerint Baranya megyébe érkezni, és azt szeretnénk, hogyha a megye települései arányosan Kelet és Nyugat-Baranyából is hozzá tudnának férni ezekhez a forrásokhoz. Egy korábbi negatív tapasztalatból okulva javasoltam, hogy legyen még egy alelnöke a közgyűlésnek. Mivel korábban a kelet-baranyai rész, amely amúgy is fejlettebb, könnyebben és gyorsabban jutott a fejlesztési forrásokhoz, mint az elmaradottabb nyugat-baranyai rész, mondta az elnök. Ezért választott a testület még egy alelnököt, aki segítheti a megye nyugati részének esélyeit, jobb felzárkózását. A képviselők döntése alapján Junácski András tölti be ezt az alelnöki posztot mostantól a megyei közgyűlésben. Egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátás helyzete. Az energiaárak emelkedéséből adódóan a gazdasági válság alakult ki, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Amilyen gyorsan csak lehet, csökkenteni kell a gázfogyasztást, hangsúlyozta a miniszter. A takarékoskodás saját magán kezdi a kormány. Ez azt jelenti, hogy a kórházak és bentlakásos szociális intézmények kivételével 25%-os gázcsökkentést írtak elő az állami szerveknek és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak. Az ehhez szükséges intézkedéseket a következő napokban meg is kell hozni, jelentette be Gulyás. Segíteni a kiszolgáltatott rétegeket a rezsiára kifizetésében a pécsi Fidesz frakció. Javaslatuk szerint szociális alapon kaphatnának támogatást a rászorulók. A családok mellett a vállalkozások terheit is csökkentenék. Az elképzelésekről hamarosan egyeztetnek a baloldali frakciókkal. Javaslatot fogalmazott meg a pécsi Fidesz frakció szociális rezsitámogatásra és bérleti díjkedvezmény bevezetésére, az energiaválság hatásainak mérséklésére. Erről számolt be Csizmadia Péter csütörtökön. Az átlagfogyasztás feletti rész esetén, tehát azokra, akik az átlagfogyasztás felett kénytelenek fizetni a gázfogyasztás után rezsit, havonta legfeljebb 15 ezer forint támogatásban részesítse az önkormányzat, áramfogyasztás esetén pedig szintén ebben az esetben, hogy amennyiben túllógnak az átlagfogyasztáson, akkor 5000 forint havi rezsitámogatást nyújtson az önkormányzat a részükre. Az állandó pécsi lakcímmel és ténylegesen itt élők részesülhetnének ebben a javaslat szerint. Közülük is azok, akik különösen kitettek az energiaárak növekedésének. Mi az egyedül élőket gondoljuk, ahol gyakorlatilag nincs más a közvetlen háztartásban, aki hozzá tudna járulni a létfenntartáshoz.
Ezen kívül a gyermeküket vagy gyermekeiket egyedül nevelőkre, hiszen itt szintén csak egy egykeresős és egy egyszülős modellről ha beszélünk, akkor azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy ez extra kihívást jelent annak a szülőnek, aki egyedül neveli a gyermekét vagy a gyermekeit. Illetőleg a nagycsaládosok esetén, ahol négy vagy több gyermeket nevelnek a szülők. Fontos kitétel még, hogy az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 115 ezer forintot. A támogatás október 1-től jövő év április 30-áig lenne biztosítva. Az egyéni vállalkozókat, mikro- és kisvállalkozásokat is segítenék, akik az önkormányzattól bérelnek üzlet vagy irodahelyiséget Pécsett, a fűtési szezonban 50%-kal olcsóbban kaphatnák meg azt a Fidesz javaslata szerint. Csizmadia Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a támogatás mértéke 100 millió forintot tesz ki számításaik szerint. Ezt az összeget szerinte tudja biztosítani a város. A javaslatokról jövő héten egyeztetnek a baloldali városvezetéssel. Szeptember 13-ától indulhat a multifunkcionális sportcsarnok és úszoda, valamint az úszodához kapcsolódó akvapark építéséhez kapcsolódó tervpályázatok beadása, adta hírül a pécsi önkormányzat. A közleményben azt írják, az alapvető elemek az akvapark, az úszoda, a multifunkcionális rendezvénycsarnok és a szálloda, valamint a tüskésréti tó és a felsorolt létesítmények környezetében lévő, kialakuló, publikus használatra szánt közterület. Ez azt jelenti, hogy a közterület funkcionális tagolására, az ott elhelyezett építmények és berendezések körére és karakterére is javaslatot kell adni. A négy létesítményt úgy kell megtervezni, hogy azok önállóan is megvalósíthatók legyenek, és előkészületüket követően önállóan is működésre és használatba vételre teljes körön alkalmasak legyenek. A pályázatok benyújtásának határideje október 27-e 12 óra. Miért van torony a pécsi városházán? Hányszor építették újjá az épületet? Mi a közös a pécsi városházában, a szegedi gőzfürdőben és a kassai színházban? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik ellátogatnak a Baranyai megyeszékhely önkormányzatához. Az épületben, ráadásul a toronyban látható az a kiállítás, ami a városháza történetét mutatja be. Különleges kiállítás nyílt Pécsett egy nem mindennapi helyszínen. A Baranyai megyeszékhely városházának tornyában állítottak össze egy tárlatot, amely az épület történetét mutatja be. A nagy közönség számára eddig nem látogatható részen 2+1 szinten ismerkedhetnek meg az érdeklődők a történelem ezen részével. Az alsó szinten egy befotózott panoráma az alap, amire bejelöltük, hogy az egyes épületek azok hogy néztek ki akkor, nagyjából abban a korszakban, amikor létrejött. Megjelöltük azt is, hogy mi volt az építés éve, és mi volt az eredeti funkciója, és természetesen mellé írtuk azt is, hogy ma milyen funkcióban vannak ezek az épületek. A második szinten a városházák történetét írják le, ugyanis több volt belőle. Az első a török hódoltság után épült, majd még két épületet is felhúztak a helyére. A mai a harmadik, ami éppen 115 évvel ezelőtt épült fel. A harmadik szinten pedig az erkélyről, teraszról panorámás kilátás nyílik a Baranyai megyeszékhelyre. Bemutatjuk azt, hogy milyen funkciókat látott és lát el a mai napig a városháza, milyen bérlői voltak, milyen tervpályázatok születtek az utolsó városházának a létrehozására, és végül is milyen alapon döntött úgy a bizottság, hogy ezt a mai városházát hozza létre. A toronykiállítást bizonyos városi események, mint például a Városnapja, a Turisztikai Világnap vagy az októberre tervezett Nyitott Udvarok Napja alkalmából lehet megtekinteni vezetett bejárás keretében. Emellett előzetes egyéni regisztrációt követően is látogatható a tárlat. A maximum 10 fős csoportok regisztrációját a város honlapján elérhető felületen fogadják. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján augusztus 30-án rendelt el nyomozást a Baranya megyei rendőrfőkapitányság, mert gyanú merült fel arra, hogy egy 16 éves patapoklósi fiú egy rendőr nevével és képével visszaérve a közösségi média segítségével akart információkat szerezni egy járműről úgy,
hogy az álprofillal egy valódi rendőrt keresett meg. A kérést a rendőr nem teljesítette. A nyomozók az eset kapcsán megállapították, hogy a fiú a hitelesség növelése érdekében a rendőr párjának nevével is álprofilt hozott létre, hogy párkapcsolatként meg tudja őt jeleníteni, illetve a rendőr ismerőseit is bejelölte. Többen vissza is igazolták, így az álrendőr tovább tudta erősíteni az álca valódiságát. A fiút elfogták, majd előállították a rendőrfőkapitányságra. Ellene személyes adattal visszaélés miatt nyomozza a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. Bosszantó rongálás és lopás történt a nemrég átadott pécsi Pumpa pályán. A tolvajok a kilátogató gyerekek örömét rontották el tettükkel. A létesítményt augusztusban adták át hivatalosan. Az állami támogatással épült pálya összesen 60 millióba került, azonban megóvni nem sikerült a vandáloktól. Ezek a felvételek a pécsi Pumpa pálya hivatalos átadóján készültek augusztus 23-án. Az a cél az ilyen létesítmények építésével, hogy olyan lehetőséget kínáljanak a gyerekeknek vagy idősebb korosztályoknak is, ami egészséges mozgásra készteti őket, mondta akkor az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Ahol ilyen pumpapályát építettünk, azt látjuk, hogy 20-30-50 gyerek délutánonként összegyűlik, és lelkesen használja ezeket a pumpapályákat, és folyamatosan ügyesednek. Egy közösségi találkozási pont is a pumpapálya a gyerekeknek, és ez szerintem mindenképpen így van jól. Bíztatom a várost, hogy akár a város másik részén is lehet pumpapályát vagy görpark pályát építeni. Azonban azokra jobban kell majd figyelnie a pécsi önkormányzatnak, derült ki alig 2 héttel az átadó után. Apró, de annál bosszantóbb lopás történt ugyanis a pécsi pumpapályán. A szervíz oszlopról vágtak le szerszámokat. Jól látszik, hogy összesen 5 szerszámot vágtak le a tolvajok vagy a tolvaj. Bár párat hagyott itt, azért szerintem ezzel mégis sok gyereknek a szórakozását rontotta el itt a helyszínen, akiknek haza kell majd menniük, hogyha nem tudják megszerelni a bicikliüket itt a pumpapályán. Ez volt a helyzet szerda akkora délután a tüskésréti létesítménynél. Hiába kérdeztük akkor a városháza sajtósától telefonon, hogy ki vigyáz a pályára és ki fogja pótolni a szerszámokat, választ nem kaptunk azóta sem. A 750 négyzetméternyi aszfalt felülettel rendelkező kerékpáros pumpapálya és a környéke 20 milliós kormányzati támogatással összesen 60 millió forintból valósult meg. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság összesítése szerint Baranya útjain augusztus 29-e és szeptember 4-e között összesen 53 baleset történt, amelyből 11 személyi sérüléssel járt, 42 pedig anyagi káros volt. A legjellemzőbb baleseti ok az elmúlt héten a gyorshajtás volt, a 11 sérüléses balesetből 7 emiatt következett be. A balesetek során 7-en könnyebben, 3-an súlyosan sérültek, egy motoros pedig már nem térhetett haza. A halálos kimenetelű baleset az M60-as autópálya és az 5701-es út kereszteződésében az autópálya Bói felhajtónál történt, ahol egy tehergépkocsi és egy motoros ütközött össze. A baleset során a motorkerékpár vezetője, egy 38 éves bói férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Exkluzív éjszakai tárlatvezetések, tüzes produkciók, divatbemutató, koncertek és kézműves programok várják a látogatókat Pécsett a Zsolnay negyedben. A Kulturális Holding a Zsolnay negyed éjszakája elnevezéssel szervez ugyanis egy különleges esemény szeptember 17-én. 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való elfoglaltságot. Érdekes és eddig nem látott programok várják a látogatókat a pécsi Zsolnay negyedben. Szeptember 17-én ugyanis megrendezik a Zsolnay negyed éjszakája elnevezésű eseményt. A látogatók megismerkedhetnek többek között az Eozin készítés titkaival, a Zsolnay család életútjával, de a Bóbita Bábszínház kulisszái mögé is bepillantást nyerhetnek. Emellett számos állandó kiállításon vehetnek részt, ahol különleges tárlatvezetésekkel készülnek a Kulturális Holding munkatársai. Beöltözött idegenvezetések, humoros idegenvezetések, kulisszák mögé néző idegenvezetések, úgyhogy nagyon sok tematikus élménysét várja az érdeklődőket itt a Zsolnay negyedben egész éjszaka. Ezen kívül lesznek tüzes produkciók, a Firebirds egy tüzes és egy ledes programmal készül, lesz divat show, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, amik közül egyébként kiemelném azt, hogy az egyik játszótér itt a Zsolnay negyedben UV fényekkel lesz megvilágítva, és egy ilyen tulajdonképpen egy világító varázsvilággá fog majd válni, és
fényvisszaverő arcfestést is kaphatnak majd a gyerekek. A kicsik emellett az űrben is kalandozhatnak, de látványos fizikai bemutatókon is részt vehetnek. Lesz továbbá kerámia élményfestés, csempehajtogatás, filmvetítés, fotókiállítás, nyitva tart a VR univerzum, a labor interaktív varástér és a planetárium. A programok 18 órakor indulnak és egészen éjfélig tartanak, különleges élményt biztosítva a látogatóknak. Nagy terhet ró az iskola kezdés a családokra, főleg ahol több gyermek is van. Ezen a terhen igyekszik könnyíteni a Baptista Szeretett Szolgálat évről évre a Sulipak kampánnyal. Egyre több családnak tud segítséget nyújtani, így a segélyszervezet. Tavaly 2000, idén 2500 csomagot osztottak ki az iskolákban, több családok átmeneti otthonában, illetve Ukrajnából menekülteknek. Míg korábban használt, de jó minőségű tanszereket is gyűjtött a Szeretett Szolgálat, a tavalyi évtől kezdve inkább az online gyűjtésre helyezték a hangsúlyt. Ezúttal interneten vásárolhatták meg a jótékonykodók a tanszereket szeptember 4-éig. Dupla rangadó helyszíne lesz vasárnap a Kozár-Mislenyi stadion. Az MB2 újonca, a felnőtt csapat a Szent Lőrinc gárdáját fogadja, majd a találkozó után egy újabb baranyai derbi következik. A 2006-2007-es MB3-as bajnokságban a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dőlt el. A Kozár-Mislenyi a Szent Lőrinc gárdáját győzte le, ami egyben feljutást is jelentett. Most ennek a mérkőzésnek a visszavágóját rendezik meg. A PMFC elleni pontosztoszkodással végződő mérkőzés után hétvégén egy újabb baranyai rangadó vár a Hárrend Kozár-Mislenyi labdarúgó csapatára. Az edzőváltáson átesett újoncgárda a harmadik MB2-es szezonjában szereplő Szent Lőrinc együttesét fogadja a Merkantil Bank Liga 8. fordulójában. A mislenyi csapat legújabb igazolása, Károly Bálint, már nagyon várja a hétvégi összecsapást. A rutinos, kétszeres MB3-as gólkirály számára nem is ismeretlen a baranyai terep, a PMFC csapatától érkezett. Mindenképpen nehéz meccset várok, szoros meccs lesz szerintem, mind a két csapat nyerni akar, de bízom benne, hogy meg tudjuk nyerni a meccset. Gaják Gergő harmadik szezonját kezdte meg Kozár-Mislenyben. A rutinos játékos a 2014-15-ös szezonban az MB3-as ezüstérmet szerzett csapattagja volt, majd idén az MB3 középcsoportjának bajnoki címét ünnepelhette. Más kávéház, mint az MB3. Az első pár meccsen azt mondom, hogy arra is ment el, hogy szokjuk a ligát. Jó érzés, nyilván mindenki arra azért dolgozott tavalyi szezonban, hogy ezt az osztályt megüssük, úgyhogy sok meccs van még vissza, úgyhogy még bizakodó vagyok teljes mértékben. A vasárnap 17 órakor kezdődő rangadó után közvetlenül egy újabb baranyai derbi következik. A 2006-2007-es MB3-as bajnokságban a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dőlt el. A Kozár-Mislenyi a Szent Lőrinc gárdáját győzte le, ami egyben feljutást is jelentett. Most ennek a mérkőzésnek a visszavágóját rendezik meg, melyre minden szurkolót vár a Kozár-Mislenyi foci család. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Bátaapátiban arra készülnek, hogy tulajdonba veszik a falu templomát. Az állagfenntartásról eddig is az önkormányzat gondoskodott, de a korszerűsítéshez szükséges pályázati forrásokat csak úgy tudják igénybe venni, ha sajátjukként újítják fel a több mint 200 éves épületet. Egy kicsit mi jobb helyzetben vagyunk, mint más önkormányzatok, hiszen a radioaktív hulladék kezelő társaságnak itt van Bátaapátiban a hulladéktárolója. És az ezért kapott források szabadabb létet engednek a helyi önkormányzatnak. Bátaapáti azon kevés települések egyike Magyarországon, ahol nem félnek az emelkedő rezsiáraktól, és nem azon gondolkodnak, be kell csukni a település intézményeit, hanem azon, milyen beruházásokkal emeljék az itt élők komfortérzetét. Ennek a folyamatnak részeként épül az új játszótér a faluban, bekerítették és a vadak ellen védőeszközökkel szerelték fel a község temetőjét, és ugyancsak ez a forrás ad lehetőséget arra, hogy a tulajdonba vegyék az evangélikus templomot. Az egyház megértette, fogadókész volt, hiszen tudják, hogy nincs pénzük, nem tudják rendbe tartani, nem szeretnénk a funkciót megváltoztatni. Azt tervezik Bátaapátiban, amennyiben szabadon használható forrásokhoz jutnak, az eddigi ráfordítottaknál magasabb arányban korszerűsítik a templomot, mely közel 700 embert befogadására képes, így kulturális események komoly zenei koncertek rendezésének megtartására is alkalmas lesz. A település vezetése kezdeményezte, hogy a nukleáris pénzügyi alapból a jövőben lehessen olyan fejlesztéseket is végrehajtani, melyek a lakók életét segítik,
Többek között napelemek felszerelését és további energetikai korszerűsítéseket lehessen végrehajtani a település ingatlanjaiban. Egyre nehezebb helyzetben vannak a mezőgazdasági termelők az időjárási viszontagságok miatt, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezvényén. Mint a szakemberek mondták, nem minden esetben csak a forróság és a szárazság okoz gondot, hanem az is, hogy az ilyen körülményeket kifejezetten kedvelik a kártevők. Betakarításra készen áll ez a napraforgó virág, ezt mutatja a szakember. Pedig az idei, különösen forró, aszályos nyár igazán nehéz feladat elé állította a mezőgazdászokat. Ennek a növénynek idehaza az elmúlt években folyamatosan nőtt a terméshozama, most ez a tendencia mégis megszakadhat. A szokatlanul meleg nyár ugyanis kedvezett a napraforgó kórokozóinak. A gazdák folyamatosan próbálkoznak az újabb és újabb hibridekkel, a gyorsan változó viszonyokat viszont még így sem sikerül lekövetniük. Mindenféleképpen a szárazságtűrés, a stresszmentesség, ami nagyon fontos ebben az esetben, illetőleg az, hogy hát azért illik megválasztani a termőhelyi adottságokat is, tehát a jó természetes termőképessége a talajnak, a jó vízgazdálkodása azért ilyenkor ez elengedhetetlen. Repcét nagyjából 300 ezer hektáron termesztenek Magyarországon. Most az ezzel foglalkozók is nagy bajban vannak. A forróság miatt ugyanis a növényt sok helyen megtámadta az úgynevezett fómás szárrák, ami ellen még nincs hatásos védekezési technológia. De ezek a problémák az utóbbi években változnak, úgy, hogy az időjárásunk is változik, így a problémák is változnak, aminek nem csak az időjárás az oka, hanem benne van nyilván a fajtáknak, a hibrideknek, a egyre jobb ellenállóbb hibrideknek a kinemesítése is, de tény az, hogy ma már mások a kortani problémák a napraforgóban, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Agrotechnikai munkálatokkal, öntözéssel és helyes tőszámmal sokat tehetnek érte a gazdák, hogy a termőföld és a növény is a lehető legjobb állapotba kerüljön, hozva így az elvárt termőmennyiséget. Néhány óra alatt több mint 70 gyorshajtót fogtak el a rendőrök kedden Szekszárdon, három helyen is vadásztak a szabálytalankodókra. A balesetek jelentős részét ugyanis még mindig a sebesség nem megfelelő választása okozza. Szekszárd belvárosában igazoltatták ennek az autónak a sofőrjét kedden délután a rendőrök. Nem csak a papírokra voltak kíváncsiak a hét második napján, hanem a közlekedők sebességére is. A Tolnai megyeszékely három pontján trafipaxoztak, és alig néhány óra alatt rengeteg szabálysértőt kaptak el. A néhány órás ellenőrzés alkalmával kollégáim összesen 71 olyan járművezetőt mértek meg, akik a megengedett sebességnél kisebb vagy nagyobb mértékben gyorsan közlekedtek. Közülük 11-en voltak azok, akik a megengedett sebességet jóval túllépték, a többi 60 járművezető kismértékben ugyan, de túllépte a megengedett sebességet. Volt olyan sofőr is, akinek nem volt fenn a rendszámtáblája, sőt olyanok is horogra akadtak, akik balesetveszélyes helyzetet idéztek elő. Kettő olyan járművezető is akadt, aki a tilos jelzés ellenére haladt át az úton, ezzel is balesetveszélyes helyzetet teremtett, hiszen a piros másik úton közlekedőnek ilyenkor zöld jelzése volt és szabadon jöhetett volna. A rendőrség szóvivője azt mondja, a célzott ellenőrzéseket a jövőben is folytatják majd, mert még mindig sok baleset következik be a nem megfelelő sebesség miatt. Hetedik éve működteti sikeresen a halak és a növények szimbiózisán alapuló úgynevezett akvapóniás rendszert a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. A szervezet kaposvári telephelyén mintegy 40 autista, illetve megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak. Az első részben találhatóak az afrikai harcsák, ők nemrég érkeztek, nagyon szeretik az emberek, ezek karácsony környékére 3 kilósra is megnőnek, most ilyen 30-40 centisek, nagyon aranyosak. Az itt lévő tartályokban pedig mellettem pontyok vannak, a hátad mögött lévőkben pedig tilápia, ami egy trópusi sügérféle hal, annyit kell róla tudni, hogy szintén mostanában nagyon népszerű az éttermekben, egészséges húsú halról van szó. Az egyenesi úti passzív házban többféle hal is gondoskodik arról, hogy bőséges és zamatos zöldségek kerüljenek az asztalokra. A tálcákban agyaggolyócskák váltják ki a talajt, a rendszer ezekbe juttatja el a tápanyagokban gazdag haltrágyát. Folyamatosan gyakorlatilag körbe-körbe áramlik a tápanyag, így jut el a halak ürülékéből a hasznos nitrogén,
a növényekhez, amik segítségével a növények a saját fejlődésükhez szükséges foszfort, illetve káliumot fel tudják venni, hogy ettől erősebb növények legyenek. Aztán a növények gyökerein megszűrik újra az egész rendszer, és megy vissza a halakhoz, ahol viszont a halak veszik fel azt, amit a növények így számukra, hogy úgy mondjam, elfogadhatóvá tesznek, és ezt folyamatosan lehet keringetni. Gyakorlatilag 90-95%-os vízmegtakarítást lehet így elérni. Adorjáni Melinda szakmája élelmiszer és vegyi áru kereskedő, ezért nagyon közel áll hozzá a kertészkedés, mondja. A paprikákat is, meg a paradicsomot is mindeniket nagyon szerettem, és élvezem, hogy szedhetem, segíthetek a termelésbe. Betakarítást csinálunk, tehát ezeket el is adjuk. A telephelyet környezetbarát módon és minél energiatakarékosabban igyekeznek működtetni. Így például nem használnak vegyszert és komposztkazánnal fűtenek. Gyűjtjük az esővizet a tetőkről, amennyire lehet próbáljuk csökkenteni a kiadásokat, hogy nagyobb profitunk legyen belőle, belátható időn belül, és még ugye különböző növénykultúráink vannak, ezeket különböző módon kell kezelni, vigyázni kell a kártevők ellen, védeni kell őket. Most már sajnos odáig jutottunk, hogy kisebb-nagyobb jégkárok vannak a fólián, sajnos szerencsére megúszta a növény, ebből nem lett sok kárunk, csak hát ugye a fóliákat cserélni kéne. Az úgynevezett akvapóniás rendszert 2015-ben építették ki, egyfajta terápiás jelleggel. A telephely napjainkban nagyjából 40 embert foglalkoztat, autistákat, fogyatékkal élőket, megváltozott munkaképességűeket. Jelenleg 7 autista ember dolgozik ezen a telephelyen, többek között a halak gondozásában, a növények gondozásában és minden más munkában, mert ők kinyíltak a munka világába. Hát van köztük olyan, aki amikor idejött, akkor befordult a fal felé, és egy szót se szólt. Ma tulajdonképpen beilleszkedett a közösségbe, tehát ez nekünk egy igazi rehabilitációs siker. Azon kívül nagyon szimpatikus volt, hogy egy környezetbarát technológiát tudunk kialakítani. A rendszer előnye az is, hogy télen-nyáron működik. A fóliasátrakban paradicsomot, paprikát, padlizsánt, tökféléket, kísérleti jelleggel erdei szamócát és dísznövényt nevelnek. A termést helyben értékesítik. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Fejlesztési stratégiák, személyi döntések, ülésezett a Baranya megyei közgyűlés. Szociális rezsitámogatás, bérleti díjkedvezmény. Javaslatot fogalmazott meg a pécsi Fidesz frakció. 115 éves a Pécsi Városháza. A toronyban nyílt kiállítás az épület történetéről. Dupla rangadó Kozár Mislenyben. MB2-es bajnokit és egy 2007-es meccs visszavágóját rendezik meg. Pénteken kezdetben még keleten eshet, napközben hazánk nagy részén több órára késüt a nap. Délután keleten, északkeleten és délkeleten, majd estétől nyugaton, délnyugaton alakulhatnak ki újabb záporok, helyenként zivatarok. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Napközben 23-29 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!